Az Implom József Általános Iskola tanulóinak műsora indította a József napi ünnepséget Németvárosban. A Német klubban rendezett eseményen több József nevű gyulai lakos is részt vett, köztük többen a város egykor Józsefvárosnak hívott részén élnek hosszú idő óta. Születésem óta itt vagyok, sajnos már 75. éve. Nem vagyok fiatal már, sajnos, de itt vagyok, hogy ez emléket megvan, ez egy régi hagyomány, ez is, ez a rép, itt, ez a ünnepség, ez a helyett, ez a Német klubban. Amúgy meg családünnepség van, az régebben is családünnepség voltak, házaknál ugye Józsefek, sok József volt akkor. A József napi ünnepséget a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte, ők gondoskodnak arról, hogy ezt a hagyományt már több éve ápolják. Az ünnepelteknek ajándékcsomagokkal is készültek. Németvárosnak a másik neve Józsefváros, hiszen Szent Józsefnek szentelték a templomunkat és a temetőnket is, és ez nagyon fontos volt a németvárosiak számára maga Szent József. És ezért, ugye akik az édesapáknak és a védőszentje, és ilyenkor József napon azért nagyon, nagyon nagy számmal összegyűjt a család, hiszen Németvároson divat volt, hogy a gyermekeket Józsefnek keresztelik, ezért nagyon sok József élt itt. És ezek ilyenkor a Józsefek ugye nagyon nagy számmal összegyűltek, mert nem tudták külön családoknál tartani a József napokat, hanem összegyűltek egy helyen, ahol együtt ünnepelték a Józsefeket, hiszen egy családban annyira sokan voltak. Ezek egyre nagyobb ünnepségek lettek. A Józsefek köszöntése után lakomával folytatódott az ünnepség, és a németvárosi disznótorban készült ételek kerültek az asztalra.